Igen, piromány, sajnos egy csomószor van így, hogy mivel nem vagyok Twitch partner, ezért nem tudtok változtatni az én kvalitén, sajnos. Úgy lehetek Twitch partner, hogyha sokan néznek. Szevasztok, srácok! Hello stream! Itt vagyunk, folytatjuk! Mit folytatunk? Már nem tudom, már hol tartunk, gyerekek, ma minden egyes nap úgy van, hogy már mi van? Cyberpunkozni fogunk, of course, pörög tovább a sztori, és hogyha útba esnek a sidequestek, akkor azokat is csináljuk. Pörögjünk, pörögjünk, nincs megállás, pörgessük, ez az. Szevasz Pirománia, hello Ektomorf, szevasz Rivandal, hello, hello. Jó napot kívánunk. Na, hadd szóljon a game. Én ezt mondom. Gyerünk. Egész jó haladunk amúgy. És elég érdekes ilyen buildet csinálok, úgymond. Ez a kardozós katanás cucc, ez nagyon komoly lesz. Csak még azért ezen kell mit fejleszteni. Let's go! Na most először sikerült ezt megegyeznünk. That's good. Welcome back! Welcome back! Na, szóval igen, itt tartottunk, hogy ugye itt kielemeztük a dolgokat, és akkor most kell leszkennelni a nyomokat. A guys were here. Let's follow. Find them.
Várjál! Tehát akkor armored, modified, kocsi, friss nyomok. Jó. Nagyszerű. Szeretnék pepek. Szeretnék pecek. Jó, és oda kell mennünk, ugye? Én szerintem elviszem ezt a gépet. Följössz? Ha nem. Nem? Akkor ott ali. Várjál, várjál. Ah. Ha leszállunk, mert olyan közel van, bazd meg. Így jó lesz. We would stock up on canned kibble. Fill a couple of thermoses with coffee and whiskey and hit the road. He said we would get away from it all. Mutatja nekünk izével, hogy erre jöttek. Yeah. But he's gone. Shit, V. Why is everything shit, shit, shit? Hey, I know. Look, you're alive. Still got a few things to take care of, too. Okay. Vagyunk. Get on the motorcycle. Aha. Szóval ez nem egy ilyen kis laza dolog lesz, gyanítom én. Ó, az ott mi a retek, Kov? Pillanat. Akkor motorozunk, akkor megnézzük, hogyha arra van megcsinálva ez a rész, akkor úgy akarom megcsinálni. Csak azt hittem, hogy 100 méterre kell jönni, aztán nyilván azért szálltam le, de nem. Ez hosszabb út lesz. Na, gyerünk! Basszunk oda! Wow! Gondolom itt lesz egy kis kásásodás majd, de hát... Ó, hogy kijöttek az útra. Ez a régi reptér. Olajnyomok. Kombat. Hogy érted? Igen, művész. The rest needs to take a helmet with them. Rip. Fucking love the katana. Cső, T-boy. Hát figyelj, tetszik. Nekem ez nem a életem géme, de tetszik nagyon. Tehát, hogy rosszat nem nagyon tudok róla mondani, de tehát nem az a... Az a... Jó, a grafika az az. Tehát az az. A sztoria is nagyon erős, de... Minden egyébre viszont azt mondanám, hogy nem... Nem olyan kiemelkedő. Jó. Itt van egy sniper skacok, ezt most meg fogjuk csekkolni. Jó, és azt úgy fogjuk csinálni, hogy a... Hát most egyelőre a pisztoly helyett, na a pisztolyom most brutálisan gyenge. Az valami kegyetlenül legyengült. Úgyhogy ezt berakjuk ide, és akkor ez a 166-os, úgy van egy 200-as power assault.
Mi ez, basz meg? Oh, azt a kurva! Mi nekem a best game? Az a baj, Ektomorf, hogy ez egy... Szerintem ezt a kérdést így nem lehet megválaszolni, tehát ez a... Akkor visszakérdezek, milyen kategóriába? Ez a hasonlítsuk össze a Boeing 747-est a mopeddel. Tehát, hogy milyen game? Szerintem egyébként ez, ugye? Tehát, hogy, vagy ne, tehát, hogy nem rosszból mondom ezt, hanem hogy ez egy olyan kérdés, hogy melyik a legjobb játék. Hát szerintem ezzel nagyon sokan foglalkoztak már, és szerintem így ezt nem lehet meghatározni. Tehát maximum ezeket úgy lehetne behatározni, hogy így nagyon-nagyon kőkeményen ráraksz egy-egy izére, hogy mondjuk egy RPG gamebe, egy FPS shooter gamebe, egy stratégiai TPS gamebe, ETC, tehát talán úgy oké. Better check where Kang Tao took him. Fast. Mert magában ebbe, tehát én ezt a gémet, ugye mondtátok a Falloutot, hogy ahhoz hasonlít, az én ezzel nem játszottam, de ahhoz lehetne hasonlítani, meg én ezt még az Outer Worlds című játékhoz tudom hasonlítani, mert abban voltak ilyen hasonló mechanikai elemek. Az Outer Worlds nekem nagyon-nagyon tetszett, imádtam, beletoltam majdnem 100 órát, de ez jobban tetszik attól, mert ennek a sztória sokkal-sokkal erősebb lesz. Tehát úgy például tudom mondani, hogy a kettő közül. Get on the motorcycle, már megint? A gyerekek, erre kíváncsi vagyok azért, hogy ez miatt fog tudni ez a... Hát ha ezzel nem egy shot lesz egy enemy, akkor nem tudom mit csinálok. Ez a motorozás, ez igencsak kellemes a gamebe. Erre jött tovább azért. Wow, ez a motorozás nagyon király! Tehát én úgy mondom, hogy ez a game ennyire nem lenne fölhypolva, akkor biztos, hogy sokkal jobban dicsérném, mint így, mert így ugye... Wow. Mert én említem, hogy a nagy többség mindig hype-ol, meg izél, én azokat általában nem szoktam szeretni, ezt így már így észrevettem így az idő folyamán, hogy ez általában így szokott lenni. Már szinte már, mintha ilyen lázadásképpen nem tetszenének nekem, de ezt nem feltétlen igaz. A Dakota valamit írt nekünk, de ez most vezetés közben nem. Mi az a sok cucc az égen? Oh yeah! Okay, covering you. Covering? Ez elég csúnyán nekem jött. Ezt tudjátok, hogy... Mint a izőt, ugye? Anyád, ez alapú 700-at lő. Kaptam is valami achievementet. Átlőttünk két embert, bazd meg. Ugye nincs benne semmilyen asszisztancia, tehát a millire se. Tehát tényleg oda kell vinni az egeret, hogy hitelj. Heavy, az borzasztóan nagyot kell kalapál. Ú, ez durva volt.
anyád 2300-as kritikázott ez a szar karddal! Jézus! Oké, hát ez a sniper, ez undorító. Ezt nem fogjuk, mondtam én, hogy ezt nem nagyon szeretném majd használni. Vajon miért mondhattam ezt? Jó, hogy ez itt be van zárva, ha. Várjál csak, hogyha power weapon, ugye? Srácok? Á, nem, ezt nem szabad, Milán, ezt dobjuk el ezt a weapont. Ettől az egész játék megváltozna, és ez nem jó. Figyelj már, ezek a tornyok ott kint azért. Hűdik ám az ipart. Nem, a Valhalla se. Én egy szóval sem mondtam. Egy szóval sem mondtam. Hát figyelj, mind a kettő olyan, hogy azért... Tehát akinek nem tetszik annyira, mondjuk ez vagy a Valhalla, az úgyse fogja belerakni a max órát. Hát hogy ezek ilyen dolgok. Tehát csak ne engage-elj és semmit, de kikapcsolom a kamerát. You cannot. Azt mondja, eltemetünk, köcsök. Az megvan amúgy, hogy az AI mennyire buta ebbe a játékba? You wish to take me back home? What a shitty kid, Brad. He's about to either scream or run. Shut him up already. Not a fan, I take it. You haven't found a fan in him either. Motherfucker doesn't know who to be scared of. Egyébként ez egy jó akciójáték igazából, tehát ez nem egy RPG game annyira. Knock Herman out. Who are you? Eski. Come closer. Don't take this personally. Oof. Seem to recall you were gonna tell Takamura when you got help. Már is, csak itt még van valami kis pumukli. Ez be van zárva most, köpöcs. Ja, hogy most muszáj fölhívnom a Takamurát, jó. Just remember, you have helmet and that's one hell of a card. Try to win something. Takamura saved my life, remember? Because it was in his fucking interest to do so. Still just biz. He's no friend of yours. Takamura, good news. Got Hellman. Alive. What did he say? Alive, Taxi. Alive. Not too talkative now. Taking him to the Sunset Motel. I will come to you. Keep him there until I arrive. You got it. See ya. Várjatok, mert most ki kell mennünk. Az meg csak úgy tudunk kimenni, hogyha én ezt most fölemelem. Na ezek a durva scriptek a gamebe. Better take them somewhere you can talk in peace. True. Ácskacok. Hát mi baj lesz? Na figyeljetek, én őt nem bírom letenni se, vágod? Looks like your new chimbas are here. Is that him? Sure is. Megjött a díszkísérve.
Ja. Hát jöhetetek volna kicsit korábban is amúgy. Stay right there. The cavalry has arrived. Mitch gathered together a few elder colonies. Jó. The road was clear. I don't think we were spotted. We would still do better not to hang around too long. What do you plan to do with him? Just gotta ask him a few important questions. Bana. Sure hope you get some important answers. Bitte. Saul. Everything's done here. All clear. I heard Mitch is alive thanks to you. Thanks to Thee and Pan Am. They both saved my ass. I just hope he was worth it. Saul, I tried to raise Scorpion. Maybe I could help out somehow. I think you've helped enough. I tried to stop him. Sure. Just turn around now. Let it all be damned. You're good at that, aren't you? Look, Saul. It really wasn't Pan Am's fault. Careful. You and me are not buddy-buddy. Besides, nobody's blamed anyone for anything yet. Sure. Right. Pan Am was just helping me. It was my doing. My fault that AV got hit. Without me, Scorpion and his people wouldn't have gone out to grab it. That's the truth. When you're an Aldecaldo, you are always responsible for yourself and your people. The circumstances change nothing. Aldecaldo. Perhaps Pan Am should ask herself if she's still an Aldecaldo. Hát, panem, látod? Damn it all. Hey, don't worry about Saul. He'll get over it. I don't give a damn. But he gives a damn about you, Pan Am. As soon as he heard what had happened, he ordered us to follow him. He was worried something would happen. Saul? That was his? Opa. Maybe you two don't see eye to eye at the moment, but your family and Saul will do anything. Ott van az ultra, a prémium, a plusz és a gáz, meg a regulár. Ennyibe kerülhet. You know you are. Come most megnézzük, gyerekek, 2077-ben mennyi lesz az üzemanyag. I understand. Sorry you had to witness that. Things just get complicated. Dramatic sometimes. But I will manage. And you. You look out for yourself, all right? So, what now? Back to Night City? Yeah. I mean, I think so. I have to sit and think. About Tali. Think that's it. Until next time. They're coming. You got a minute. Let's move. Until next time. Take care of Scorpion's bike. It's yours now. Kösz. A miénk? Azt a kurva. Oké, tehát hál' Istennek itt már volt egy ugrás, ezt nem kellett végigvezetni. Itt vagyunk a motelbe. Na, tesókám. Akkor ébresztő van. Csicseregjé. Hey. Where am I? What is this place? Egy motel. Motel, middle of nowhere. Any specific middle? Doesn't matter. You're not leaving here by yourself anyway. Why are we here? Want to talk about your little invention. Biochip you made for Arasaka. Fine. But let's get one thing straight first. Yorinobu Arasaka didn't send you? No. This means you must have an offer for me. If your boss will pay more than Kang Tao, I believe we can talk. Szerintem ő nem tudja a helyzet súlyosságát. Nobody sent me. I got a problem, and you're gonna help me. And what does that have to do with the biochip? Got Silverhand's construct in my head. It's literally driving me crazy, and I know it's only gonna get worse. That is, unless I remove it. And that, none of that's on the billboards I saw. Not even in the fine print. Construct, that's impossible. Where did you get this biochip? Clept it off Yorinobu Arasaka. Job for a client. But the client left me out and to dry. And you decided the best place for it was in your own goddamn head. Actually, wasn't a bad idea. Construct rebooted me when my own goddamn head took a bullet. I always knew Yorinobu's plan would fail.
I just never imagined it would turn out like this. Arisaka's prized tech really is in the very streets of the city. You have to remove the biochip from my system. It's not that simple. Look, you made the thing, didn't you? So where's the problem? If you're telling the truth, you slotted in a new experimental version of the biochip. How's the prototype version different? It's got a different engram, something more... aware? Aggressive? The biochip is what's unique, not Silverhand's engram. Uh-huh. The previous version of the chip was only used to communicate with pre-saved engrams. And it was rare as fuck and cost a fortune. Yeah. This one's rarer. Meant to install and activate the engram in a new body. When I left Arisaka, the project was still in the trial phase. Mm-hmm. Yeah, yeah, great. Your tech works. Now get it out of me. Well, well. I would have to see it first. Hagyjuk, hogy megnézze. Hát nézzük, bazd meg. Okay. Analizál. Unbelievable. It looks like... can't believe this Seuss the one who's gonna help us. Valami táplódozik. Haver, mit csinálsz? Oh, fuck. Mi van? What is it? What a pity I won't be able to examine it fully. Yeah, real shame. You could have been his guinea pig too. Tell me how to get rid of it. I'm afraid I have bad news. Your neural network has completely deteriorated. It can no longer function independently of the chip. The only thing I could do... Woohoo, it's bargaining time. ...is to give you information on a good clinic in Sweden. They'll help you through the terminal stages. Anyád! Wait, you said the project was in the trial phase. You don't actually know how it'll end. Oh, I do. I just saw the construct devouring your brain. It's programmed to take over its new environment. At all costs. Fossa. And your little meat brain is helpless against this. No matter what. Sooner or later, the engram wins. Yes. And from what I've heard about Silverhand, that seems to be exactly his style. Huh. I see my reputation's grown into Arisaka legend. What exactly is going on in my head? You tell me. What's it like to have two personalities? Because it's not like you're hearing voices. You are both yourself and Silverhand, simultaneously. Didn't come here for the philosophy lecture. It's not philosophy. It's neurobiology. And your evidence just confirmed my hypothesis. Have you noticed the construct's influence on your decision-making? Sheesh, give it a rest. What do you mean? You will start doing things that were once unthinkable, at least to your old self. And you know exactly who he was. A fanatic. A terrorist. A suicide bomb. Well, fuck me. Who's trying to mess with your head now? That is why I believe it would be better for you to consider clinical isolation at this stage. At least Johnny never whored himself out like you. Are you defending him? Or is that Johnny speaking now? Oh, let me guess. He already tried to take over your body. You know, just for a little while. No. Would you though? Could be fun. Johnny... kidding. But watch out. Suit's getting ready to talk your head off. Know what? That's enough. You just playing for time? Because I can't tell. Are you trying to convince me you're useless? I mean, in that case, I can just shoot you in the head and save us both some time. Oh, finally. I will try to help you. If you come with me to Kang Tao. I'll try, just isn't gonna cut it. Actually, it's almost like you're trying to buy your way in with the Chinese. At my expense. Do you even realize how much data is in your head? Even if I can't help you, the data must be saved. Thank you. Well, fuck me sideways. What a half-brain gong. You just admitted you're right. Forget Kang Tao. Got any other ideas? If you think there's anyone else who can help you, I could give you the blueprints. Complete project documentation. Kang Tao offered quite the sum for it. You got it with you?
He's got to. Gonk's fucking useless without him. Phosphorus. He. Takamura. What the hell is he doing here? He's got a few questions of his own for you. You play nice, he might even save your ass. I'm almost done. The blueprints. Ez az, legalább a Terrorize itt van. Csúcs. Na nézzük. Jesus. RNA sequencing. Better than nothing. Long as we find someone fluent in technobabble. Bassz. Saburo Arasaka. Ott volt az öreg. What will you do with him? I haven't decided yet. Are you serious? You know me. I can be impulsive. He's all yours. I'll give you two some space. I hope we can come to an understanding. Várjál, itt van valami specification. Relic prototype specification. That is certainly in your best interest. V, I will remember this. This heat. See that? Fuck me, just look at that. Unacceptable. Inhumane. Ennek gyanítom, megint nem így kellett volna történnie. Hogy ki szlájdolok az ajtón. Sons of bitches. Omega blockers. Cső. Whatever you gotta say, say it. Got something eating at your code, that's clear. Been trying to learn how you're wired this whole time. To know who I'm dealing with. Thought you were just unlucky at first. But I kept watching, and finally realized what your problem is. Nani a problema? You're a dirt boy from Haywood who found the guts to walk a few extra blocks from home. But turned out the best... You seem to know a lot about my past. Well, seeing flashes of your past. Just like you've seen flashes of mine. Honestly, I'm scared of the day I'll start seeing your memories as my own. Shit. If it's a two-way street, I'll somehow have to live with the fact that I let Deshaun best me. Fuck me over. How you find life under my skin? Well, most things are either too big or too small. Not to mention the clusterfuck that are your hormones. And the lag between sight and touch. A log! When you take a bite of pizza, it takes ages before I know you fucking burn the roof of your mouth. A log. Used to be 5 minutes would pass before I had a fresh cig in my hand. Now I'm itching for nicotine. Getting used to it, I guess. But it's no fucking picnic. Can you just tell me what you want? Dude, Freddy. What you really want. Help me settle my score against Arasaka. That's it. Mm-hmm. Your goal is to bury Arasaka. Demolish it. Mine's to stay above ground. Seem pretty clearly defined, both. Actually aligned pretty nicely, too. You need Mikoshi to save your life? That done? I can burn it to the ground. There it is, the crusade. Get to Mikoshi, smash the system. Okay, I'll tell you why I want to destroy Arasaka, but I'll only tell you once. No. Want to hear it? Yes. All right. I saw a corpse strip farmers of water, and eventually of land. Saw them transform Night City into a machine fueled by people's crushed spirits, broken dreams, and emptied pockets. Corps have long controlled our lives, taken lots, and now they're after our souls. I think I was wrong. I'd be right. V, really I've declared dead. War not because capitalism's a thorn in my side or out of nostalgia for an America gone by. This war's a people's war against a system that spiraled out of our control.
It's a war against the fucking forces of entropy. Understand? John, take a sec. We got it. Do whatever it takes to stop him. Defeat him. Gut him. If I gotta kill, I'll kill. If I need your body, I'll fucking take it. Johnny. Tony, bazd meg, nem ezért beszél, engedlek beszélni, te köcsög. You still don't see it, but you will one day. Addig próbáltam lebratyizni vele, de nem lenne zsigerit. Na. Aha, 3 kilométer. Oké. Okay. A lényeg, kacok, hogy úgy tűnik, hogy itt most megvagyunk. Úgyhogy most itt megnézzünk pár sidequestet, jó? Hívom azt a kocsit, ami a világ legjobb kocsia egyszerűen. Tehát ez, már a lámpája is kiégett ennek a szarnak, bazd meg. Már úgy hiányoztál, tücsök? Panam. Answer. Ja, azt válaszol, ez a tipikus. Ha, amikor írt a cseh 10 soros, és azt válaszoljuk rá, hogy ok. Hoppa. Itt a vár, itt a Dakota. I have a job. The urgent kind. Someone is yanking my friend's drones out of the sky. Okay. Check out the coordinates. Find out who is responsible. The details are attached. Hey, Del. How can I be of assistance? Mi van a Della? I never really had a good chance to thank you for saving my skin. Well, of course. You're a valued member of the Excelsior package. Felt like more than a premium service to me, so thanks. What's it like for an AI in a world that runs on gray matter? Nothing extraordinary. It's a complex environment that follows its own set of rules. Seriously? The term I was looking for was chaotic clusterfuck. A bejárat, gyerekek. A true outsider can appreciate the beauty of its fractal architecture. You can't save Peel, megbeszéljük, kell mentenünk. In my opinion, it is the chaotic elements that give it an advantage. The ability to evolve quickly. Admirer. As a Wraith goal. When you live among humans, it is essential to find a shared, fundamental point of understanding. Truth and good are values proven to cause division, whereas beauty is universal. Actually, I gotta go. Csá. Of course. Goodbye. Közben itt telózunk, bazd meg. Miért nem tudok? Na, zoomolni. Ő miért van ilyen... Szegénynek valami kisütölte a processzorát, gyerek, erre kap még egyet. Mesélj. Etu. Die!
Anyát, hogy blokkolt a kis genya. What a clusterfuck! Oh yeah! Ezt neki. Nem szabad hibáznunk. Anyád, ezt hogy bírta te? Nem lehet becsúszni, fa. Tehát bevágolt neki szerint. Tudjátok, nagyon szeretjük az ilyen dolgokat. Jó lett volna itt most meghalni. Élveztem volna. ¡9600-as creep! Ez az, gyerekek. Na, ez így egy jó kombó lesz, hogy akkor a Blade. Nyomunk néha sniper lövéseket a távoliakra. És akkor igazából így ez meg is lesz. Így igazából ez itt tökélet. Enemies alerted. Na, oké, ott van. Ez egyébként ugye érdekes, nem ez a dolog. Fasságot, bazd meg. Hát most kezd átalakulni a game egy ilyen viccé, de nem baj, szeretjük az ilyeneket, tudjátok. Még ott mindig van valaki. Tehát, hogy így falon át konkrétan 10 000 kritikát lő ez a sniper, ez egy kicsit vicces, de mindegy. Jelzem, ez a kis szar sniper. De hogy lőhet ez 10 000-et? Apropó. Tízezret, basszom. Synaptic Accelerator, aha. Egy kamer. Van itt valaki. Van itt egy ember. Valahol itt. Ja, hogy az is egy kam. Oh shit. Hát arra miért indul be így a zene, lol? Ulira. Meg a dollár. Olyan kis gyorsá válik a játék, ez így tetszik. Tetszik. Még följebb jövünk. Ez az. Aha. Na.
Man, this transmitter takes me back. How so? Back in 2020, we used them for pirate broadcasts. You know, blasting hardcore punk on badge frequencies and whatnot. Hmm, so this must be how Rat and Chip hack those drones. Was beginning to think you'd never figure it out. 10 tekkel hozzá. Jó, hát ugye nyilván szét is lehet ezt lőni. Ó, bazd meg. Legalábbis gyanítom én. Leave the area. Már leave-elünk is. Nekem tisztán olyan izé lett a játék tőle ez a Ghost Runner. Kurva jó. Na gyerekek, akkor most jön az év kérdése. Vagy ez valami heavy volt, azért vettük föl? Nem tudom. Ó, ehhez 7-es kell, akkor viszont úgy csináljuk, hogy mi kell hozzá? 7-es, az a pocok. 7-es intelligence. Ez muszáj, akkor ezt muszáj fölrakjuk 7-esre. Mert ezeket akarom törni. Jackinne. És ezek ilyen komolyabbak lesznek már valószínű. Hát kurvára nem. Na várjál, tehát hogyha úgy kezdjük, hogy... hogyha úgy kezdem, hogy BD 1C. Oké, BD. A BD 1C E9. Az úgy jó, tehát BD 1C E9 1C 1C 1C. És akkor megvan a 2-es meg a 3-as. Az Epic meg a Legendary. Ez az. Húzom. Na, hogy tetszik a katonázás, Dark? Kibaszott jó. Kikapcsoljuk. Kikapcsoljuk, de minek? Ki van zárva? Azt gondolom, azt azért nem erre jutott. Azt mondja az ember! Oho! Rip off! You and I are gonna have fun when I find you. Nice work on that antenna. The tricky part of having a head is knowing how to use it. But not for you, B. Mosquito's roots are safe and secure again. The contract is closed. And closed well. Closed well, ez is. Ez az. Ez megvan. Csudi jó. És ezt is meg kéne nézni. Itt most ezeket megcsináljuk, skacok. 115 ezer kojót. Haver. Very high danger. Ez is 50 ezer, hát te? Az anyátokat. Hát mit gondoltok, mennyi pénze van az embernek? Egy ilyennel járok. Ó, bazd meg. Felemünk az útra. Van egy lófaszt. Közdem. Ja, mert én próbálom nektek mondani ezt, hogy ebben a játékban nincs különlegesség, azon kívül geci jó néz ki. Meg hogy jó a sztoria, tehát hogy nagyon jó a sztoria, és ezért nem lehet rá azt mondani, hogy nyilván hogy ez szarjáték vagy, hogy nem állja meg elét, csak ez ahogy így be lett harangozva ennyi időn keresztül, tehát hogy higgyétek el, hogy olyan specialty nincs a játékban.
300. Az meg eltévedünk itt a sír. Mondjuk nekem megmondom, bevallom férfiasan, hogy ez a terület, ez a kinti, ez mocskos mód tetszik. Hello, we haven't met. I'm Elizabeth. Ki a faszom? My husband and I, we need a somewhat delicate matter handled. Na. We think you could help. Persze, segítek. Why call me of all people? Any particular reason? You came recommended. Cyber-psycho. I'd rather not say, not over the phone. Is there any way we could meet? Discuss some details. Én azért, én mondtam, hogy higgyétek el, hogy nagyon-nagyon sok player fog erre így reagálni. Mert ugye nekem ez az ilyen future-ös cucc, már mondtam, hogy nem az én kedvenc világom. Sure, let's do that. De szerintem sokaknak ez a game azért így fog lejönni. Most még csak ez egyetem is. V, I hear a war vet's barricaded himself at home. The neighbors heard shots. Figure out the sitch and keep me posted, okay? Jó. Sending details now. Ali lassú. Itt Cyber Psycho van. Hogy most már csak a lábat tudom szitelni. Hogy ne halljon meg. Beszorult. Psycho úr. Jaj, ne haragudj! Hozzanak egy paroltót! Ég a bűvész! Baszd meg! Natasha faszon, Peter Green. Jó, mindent kiszedünk belőle. Nagyon baba. Alright. Hófól útra játszak vele akadásmentesen fixion, nagyon szép, hogy többet vártam, jöhet itt bármilyen patch. Akkor se az ugrat, mikor a Doom 92. Igen, tehát a Dark azt mondja, hogy itt nagyon sokan ezzel a game-mel kapcsolatban, majd én fordítok. Hogy nem az a gond, hogy mondjuk az F vagy az Z a baj, hogy néz ki, mert az egy ugrás, tehát az tény. Tehát az egyértelmű, hogy innentől kezdve ez az RTX, meg ezek a fények, meg ezek a ködfoszlányok, meg a füst, meg ezeknek be kell, hogy jöjjenek a gémekbe. Hanem itt az a gond, hogy itt szerintem többen is azt hitték, hogy ebben a gémben ebben lesz valami olyan, ami eddig még nem nagyon volt. És az, ami nincs ebbe a gémbe, benne. Tehát, hogy nincs benne olyan exkluzív új dolog, amire azt mondanád, hogy na gyerekek, akkor innentől kezdve ezt lehet kopizni. Tehát voltak fent tornyokban azért. Hát szerintem még több az Dark, nem 2-3. Ami, de engem az egyébként nem zavar, hogy össze vannak benne ízélve az elemek, mert ugye az nagyon jó. V, csak... how are you doing, honey? Listen, got a golden opportunity for you. Word on the streets that when Waco says golden, it's usually mert el lehet ebben lenni, látjátok, itt ez a kinti rész, én vissza sem akarok menni a városba, nekem ez annyira tetszik, azért vagyok itt kint. So what's the spec? Makako, beszélj hozzám! Message Regina about the psa... Ó, bazd meg, várjál már. De nem bírok, mert bebagolt a nő. Na, várjál. Mehet.
perp being proven guilty meaning he deserves to die truly? Vágom. Persze, Dark, ezért tudod, de ezzel nagyon sokan vannak így. What did he do exactly? I'm not a beat reporter neither. De én nem véletlen mondtam ezt már második adásban. És kacok, jaj, látjátok, ezért ki kell mondani ezeket a dolgokat. All right, I'm in. Szevasz, Giro Blade. Client will be waiting for you by a car at the corner of 6th and Brandon. Huh, in a car? Client wants to tag along. Be there in person when you put a bullet through the guy's eye. Good luck. Szevasz, Vakaku. Jó legyél. Várjál, mert most nekünk itt még dolgunk van. Ezeket már biztos nem fogom csinálni, tehát attól most már kiégek. Csináljuk meg... menjünk ki teljesen a... ide. Jó? Itt nincsen... Gyerekek, itt van egy very high-os valami, ezt nézzük! Ezt nézzük már meg! Hát, very hard, igen, ez a legnehezebb difficulty, nevezzük annak. Ó, hát gyerekek, a single game-ekben nagyon kevés olyan játék van, tudjátok, amire azt mondom, hogy nehéz, én szeretem nagyon az ilyen kihívásokat. De ez nagyon-nagyon fog fájni. Ez a sziklaszírt. Há, hú, de jó, hogy innen nem mentünk le, bassz meg. Na próbálj meg egyenesen lavírozni. Itt az út. Szándékosan nem váltok ki külső nézetbe, még mielőtt valaki megkérdezi, miért így. Azért, mert így sokkal autentikusabb a gameplay. Ezek de jó, nehéz tartani ezért. Az autó. Vagy szép van pimpelve a kocsiba, az meg bírnia kell. Azaz. Már kint is vagyunk. Elment a Duda. De már Dudán is el lehet. Fasza. Ez mi a fasz? Mi az a lila? Ja, hogy ez egy... Aha, oké. Okay. Na, és ugye ez most ilyen halálfejes mobok lesznek elméletileg. Hát itt ezzel lesz baj akkor. Minden esetre megpróbáljuk, jó? Ez lehet, hogy még kicsi lesz a ceruza, de megpróbáljuk. Jó, itt egy izé. Did you hear about Militech's new mobile radar unit on the border? Well, it's bad for smuggling, bad for the Avocados, and definitely bad for me. I want to know what makes it tick, but I need to get my hands on it first. Snatch me that radar, and I will make sure you're well compensated. Details attached. Kikapcsoljuk a picsába. Ez az. Tök érdekes, hogy... Na, most. Na ugye, itt fog most kiderülni, hogy mi a helyzet. Ennél a mobnál. Hát ide millibe nem mehetünk be, mert azon nyomba megbasznak. Hát egy kicsit legalább használjuk akkor a sniper. Hova? 100 unit.
környezetjellemeket. He's wounded! Ők is kihasználták. Ezzel az lesz a baj, hogy ugye ide, tehát ez most konkrétan egy olyan rész, hogy ezek a koponyás mobok, hogy mit tudom én, 10 szint múlva, nézzétek, megmutatom, hogy mit sebez rá a kard. Fókusz! Tehát ez a gond. És ők meg hogyha hozzám érnek, akkor insta dead leszek. Figyeljetek, igazából 600. Próbáljuk meg hátra. Hát ott, ez volt egy hit. És itt az időlassítás ellenem van. Hát szóval megcsinálhatjuk, de ezt csak úgy tudom, hogy így kájtolom a mobokat és nagyon-nagyon messziről, mert így a melee-nek nincs értelme. Sajnos. Most még azt megpróbálhatjuk, ezt viszont ugye nem nagyon szeretem, hogy hogy menne stealth-be a dolog. Most ezzel a robottal mi van? Bassz meg. Mi az, hogy... Ezek úgy nézem, hogy ezek a robotok ilyen inaktívak, vagy... Mit tudom én? Azt akarom kipróbálni, hogy tudjuk-e őket... Bazd meg. Na, az lesz ott a tökéletes próba, gyerekek. Őt tudjuk-e itt takedown-olni. Nézd meg ezt a mobot, ezzel nem bírok mit csinálni. Hát igen. Sajnos ez akkor... Mindegy, akkor is megcsinálom, csak akkor kénytelenek leszünk teljesen nyomorult módon csinálni ezt a dolgot, de hát ez van. Azt mondják, hogy mindegy, hogy nyomod. Jó, hát ez máshogy nem lehet. Hát, hogy... Hova fogunk menni, vagy hogy playeljük le? Mert itt most nem akarok már meghalni többet. Jó, majd akkor az lesz a fedezék, az úgy jó lesz. 100! Milyen fedezék, bazd meg azonnal le? Ez most beerősödött? Ez nem volt ennyire erős. Tehát hogy érted azt, hogy 100 damage? Ö,
első fixen aimbotozik. Túl sok golyóra lesz szükségünk ez a dologhoz, de nem baj. Bazd meg, van egy töltési ideje ennek a dolognak. Úgy néz ki, hogy kiértünk a range-ükből, és így már nem jön rám. A sniper aimbotozik engem folyamatosan valahonnan. Nyilván föntről. Onnan a kurva anyádból. Ezzel nem mit lehet csinálni, gyerekek? Az a baj, hogy nem is jönnek ki rám. Tehát, hogy ez így kurva nagy probléma lesz. Ez így nem jó. Ezt így nem fogom tudni megcsinálni. Ez így nagyon-nagyon gáz. Ja, és egyébként ez így szerintem viszont nagyon szarul van megoldva, mert ez így ugye most azt jelenti, hogy mi? Tehát, hogy magyarul, ami ilyen nehéz lenne, vagy nehéznek számítana a game, azokat nem lehet megcsinálni, csak így, hogy egy ilyen őrült, nyomorult kájtolásban megy át a játék, látod? Tehát, hogy ennek semmi értelme. És így nekem, hogy egy melee buildet csinálok, és gyakorlatilag a karddal, akinek a fejét levágjuk a másiknak, mint az állat. Tehát, hogy semmi, meg se sérül. És ez egy olyan szar dolog, én ezt utáltam az Outer Worlds-be, és gyűlöltem. Ezt gyűlöltem. Hogy ide most majd visszajövök, mit tudom én, 10 szint múlva, amikor már majd olyan lesz a fegyver, és megfogom, és ezt így becélzom, és dead. És majd az akkor annyi lesz. Tehát, hogy én ezt egyszerűen utálom. Nem tudom, hogy honnan tudnánk ezt megcsinálni, az a baj, sehonnan. Nem, nincs olyan pozi, amiből meg tudnám csinálni úgy, hogy ne aimbotozzon le. Max innen. De innen is le fog aimbotozni a büdös nyomorút. Igen, komoly. És az a baj, hogy tehát itt nincs olyan, hogy ő misszel, hogyha én itt kinézek, akkor megöl. Tehát nincs olyan, hogy én ezt így kízélem, vagy... Ha látod, azt kapta az a mob. Az lenne a rendes gyűjt. Az meg csak 100-at kap, hallod? A robotba 100-at tudok lőni. Hát ha eltalálom. Na, az jó volt. Gyerekek, itt jók leszünk, várjál. Talán, hogyha... Isten, mennyi van? Várjál, őt kell megölni. Ne! Á, ezt nem. Ezt megyünk innen. Ennek sem értem. Szerintem ez egy iszonyat nyomorult megoldás amúgy, tehát ez a játék ezért se tetszik. Az egyedüli challenge, ami az lenne, abból elveszik a challenge értékét a résznek. Tehát, hogy ezzel nem lehet mit csinálni. Semmit, tehát semmi értelme ennek. Ez ég egy adta világon, és ez kibaszottul szomorú. Ez van, gyerekek. Sajnos ez a játék elérte a szánalom kategóriát most nálam megint ebbe az adásba. Ismét elég könnyen el tudja amúgy érni most már, tehát hogy úgy hip-hop eléri. Az RPG elem a game-be, ugye? Erről beszélünk. Aimbot egy hit, aztán amikor az én szintemen van a mob, akkor hiába játszok very hardon, akkor én ütöm le egy hittel. Tehát, hogy... Ez egy borzalom. Tehát, hogy egyszer nem tudnak egy olyan játékot csinálni, ahol a nehézség úgy balanszban van. Ez őrlet, gyerekek. Azt kell mondanom, hogy ez őrlet. Jó, hát azt mondjuk ugye tudtuk már, hogy
ebben a gameben az AI olyan szar, mint a Super Mario 91-ben. Tehát azt már megmondtam nektek az első adásban, hogy az AI az egy trágya, de ez, ezek a skillet mobok, ez... Hát tudjátok, hogy van ez. Mindegy, ez van. Mert ehhez még azt mondanám, hogy valahogy taktikusan, ha ki lehetne játszani, vagy valami, hogy tényleg mondjuk a halálfejes mobok, de... Kurva anyád játék. Nagyon rossz vagy. Fúj. Nem baj, megyünk másra játszani. A játékot már nem menti meg semmi. Ezt nem menti meg semmi. And therapy doesn't work on the dead. Sending you the details. Ezt a grafika megmenti addig, amíg úgy élvezed, meg minden, de abban a pillanatban, amikor arról van szó már, hogy mechanika meg izé, akkor már nem menti meg. Tehát akkor már nem. Már sajnos már nem. Jaj, gyerek. Jó, hát mi ebből a tanulság? Nem csinálunk koponyás küldetéseket, mert ez nem jó. Mert nincs sok értelme. Pedig én most azt hittem, hogy ez így mit tudom, hogy rámeltünk azokra, hogy akkor csak a koponyás csináljuk addig, amíg még így vagyunk alacsony szinten, hogy legyen benne nehéz rész. De ez nem nehéz rész. Egy kilométerre, de nem, 100 méterre van. Hát ott, és a izébe, meg ilyenkor meg ennyi. Na jó, megölt, oké, persze, most így rájöttem, csak azt hittem egyébként, hogy nem fog. Hogy kb. Így az én szintemben lévőre így is rájöhetek. Á, gyerekek, most nagyon kizétem ettől játéktól. Nem vagyok biztos benne, hogy ez egyáltalán menni fog, tehát hogy én ezt végig akarom játszani. Tényleg nem, tehát hogy ebben olyan kiégetős dolgok vannak. Engem ez olyan szinten kiégetett, hogy a koponyás résznek nincs értelme. Hát persze, nyilván lehetne ezzel baszakodni, természetesen, hogy addig kájtolod, amíg egyszer majd csak nem sikerül, és akkor kemény fassza odaállsz, hogy na, ezt is megcsináltuk, de ennek nincs értelme. Ennek nincs értelme. Hogy ez a sniper, az egyik mobba 10 000-et sem, ez a másikba meg 100-at. Tehát ez RPG ide vagy oda, ez nem. 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 Nem, nem és nem. Tehát nem. 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 Értitek? Nem. Oh, fuck. Tehát ez egy vicc. Hát mennyi lenne? 60 euró. Hát ott, tehát, mert az alapizéjét azt értem, hogy hogyan akar ez ki működni. Csak azt nem értem, hogy miért így van megcsinálva. Szóval, tehát egy... Láttátok, mi történt az előbb a izénél. A boss meg most 5 hitelem, tehát hogy... Ezzel egy probléma van. Ami tényleg zavaró, tehát ez tényleg parak. Mindegy. Az a baj, én ezt megfogadtam, hogy ezen nem fogok rage-elni. Nem, megfogadtam gyerekek, hogy nem fogok rage-elni ezen, mert ez egy RPG elem, tehát ez az összes ilyen game-ben így van, hogyha koponyás mobhoz mész, akkor az megbasz. Mert nincs gíred, az azt jelenti, hogy a gíred alacsony szintű, meg hogy te alacsony szintű vagy. Csak mégis a többi game-ben ezek úgy vannak megoldva, hogy
ha ügyesen csinálod, akkor meg lehet csinálni. Tehát, hogy le tudod győzni őket úgy, hogy még nem néz ki úgy a game, hogy elmész egy kilométerre odébb, és akkor tényleg sniperrel, 100 lövéssel lelősz egy mobot. Mert annyival magasabb a szintje, mert annak aztán tényleg sem értem, és ebbe csak így lehet megcsinálni. És ez nekem egy annyira ilyen elfogadhatatlan dolog, hogy... És ismétlem, ez most nem a sztorira szól, vagy úgy az egész játékra, hanem erre a mechanikai részére, hogy akkor a kurva anyád game, akkor ezt ne tedd ide be még. Tehát hogyha ez nem very high a danger, hanem ide azt kéne kiírni, hogy ne gyere ide, mert egy hitből megbasznak, és nem sebze bele a mobba. Az úgy oké. Érted? Mert aki a kihívást keresi, mint én, az meglátja, hogy danger veri, jövök ide. És csak fő bassza magát. Tehát, hogy nem. Jó, mindegy, ez van. Le kell engedni. So, as much as I need you for this new gig, I know you need the adrenaline hit even more. There is a car sitting in the middle of a minefield out in the Badlands. I need you to grab it for me. The chances of you exploding aren't zero, but let's face it, isn't life one big minefield anyway? Details are in the attachment. Aha, ott a robot úr. Várj, kinyomjuk a weaponjét, jó, hogy ne legyen neki. Nem kell neki weapon, minek. Robot úr, ez ott valami loot. Bricselem. Őt is tudom szimultán. Haver, nincs weaponet, tudtad? Nekem te ne revealing position, köcsög. Hát mindegy, szóval most én csak próbáltam elmondani a véleményem, remélem, hogy senkit nem izéltem meg vele, de én ezt tényleg így látom, tehát hogy... Mindegy, ez van. This is... Another gonk who thought fate smiled on him. He's probably smiling himself before he OD'd on Maelstrom's shipment. This is what you get for sampling Maelstrom's supply. Tökéletes külcsín. Igen. De nem, gyerekek, tehát maga a játék ettől függetlenül teljesen játszható most. Az ilyen, figyelj, lehet, hogy valljuk be őszintén, az egy normál esetben az ember nem jönne rá egy ilyenre. Tehát, hogy ez megint nem érinti a, mit tudom én, az, amit most én mondtam, az a playereknek a 80%-át nem is érinti. De viszont azt a réteget, aki meg így szeret játszani, az meg, ja, érted, tehát hogy... Azt a de jó kis lombvágó kocsi, ez baszad. Mi kéne menni az útra, nem? Ez milyen kocsi? Figyeld már belsejét, lol. Ja, út. Erre akar vinni? De miért? Ja, értem. Osztam, micsoda szép farolás volt. Ez még mindig azt mondom, gyerekek, hogy ez a játéknak, tehát hogyha a sztori, tehát hogyha a sztori vonalat nyomod végig, és esetleg téged nem a nehézsége érdekel, vagy a kihívás a játék részéről, akkor ez a game, ez egy magas kategória, nagyon. Csak ezek a részek, ezek engem viszont kurvára érdekelnek, és amikor zavar, én ezt ugye nem bírom magamba tartani, meg nem is akarom.
Én ezeket el akarom mondani, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy ebbe legalábbis is szerintem ilyenek vannak. Meg hát látjátok, hogy milyenek vannak, szóval igazából komment nélkül is átmegy ez. Ha ne szegjétek a kedveteket, hogyha nektek tetszik a game, mert a game az jó. Azzal nincs baj. Ja, ide kell hozni. Tehát ez sérülésmentesen, egy koccanás nélkül. Park in the garage. Kurva, milyen képezte? Addig valamiért a zene nem kapcsolt be. Exit the vehicle. Well, well, these are the results I like to see. Until next time, brother. Gig closed. Wait a minute, itt volt valaki bent. Vagy itt ki van itt? Yes, talk to me. Ó, ja, hogy ő itt van. Tell me about the Badlands. Not much going on. Vigyázz a festésre. Oh, contraire, if you use your eyes and ears. This is an ecosystem. Nomads, Raff and Shiv, corporations and drifters, they form a complete whole. Remove one part, the delicate balance topples. Si? Hello? Si? Jó. Na nézzük, van-e valami, amit tudunk még itt csinálni? Jó, hát ezt tudom, hogy itt van. Ugye ez az, amit nem kell erőtetni, ezt már tudjuk. Ez egy autó. Ez egy side job. És itt van megint egy very high-os meg ez is. Tehát ezeket nem kell... Nem kell... Akkor azt sem fogjuk borzolni, oda nem megyek le, akkor külön ezért. Srácok, akkor szerintem it's time to move back. Jó, mit szóltok? Visszamegyünk, eljövünk ide. Vagy vezessünk vissza? Menjünk oda, nézzük meg azt. Mia, Maki guy. Elmegyünk oda és megnézzük ott mi van. Hát ez... Rádió. Night FM. Tök érdekes, hogy nem működik a rádió. Na, most. Most. Működik. És most nem fékezünk, gyerekek. De elmentem, aztán meglátjuk, mi lesz. Volna, hogy a gyors izé. Na tudál, köcsög! Kapitán! Nem látom, hogy mikor kell kanyarodni! Baszódj meg! Köcsög game!
Ez a minimap olyan kicsi. Ajaj. Elnézi, te mi a fasz csinálsz itt keresztbe a kereszteződésbe? Jó napot. Ne már, a Cyberpunk 77 letérdelt. Letérdelt. Ezt írta ki nekem. A Crash-re. Hogy letérdelt a Cyberpunk. Ja, várja, nem úgy megy ám ez. Ilyenkor kell körülbelül várni egy percet, amíg magához tér a gép, mert még szintaxolva az meg a Steam. Meg mindig nem tudok visszalépni. Na, van már olyanunk, hogy True Warrior Achievement 3,6% a playereknek csinálta meg ezt az achievementet. Kill 100 enemies using melee weapons. Meg van egy ilyen two head, one bullet, ez 5,9, hogy egy sniper golyóval két halál. Na, most már tudunk playelni, ez az. Na, gyerekek, akkor most folytatjuk a main story-t, jó? Megyünk a main story-ra, mert az az igazság, hogy ja, hát én nem véletlen mondtam azt is, hogy a mellékküldetések azok. Folytassuk a main story-t. Csak az ember ugye egy ilyen játékban nem csak a main story-t akarná csinálni, legalábbis én is, én mindig próbálkozok, meg erőködök, hogy csináljak mást is, de a többi része az nem jó ennek a game-nek. Egyszerűen idegesítő. Tehát végül is volt itt, hál' Istennek, mindegy, mert amúgy meg gyors tépéztem. Megint letérdelt a Cyberpunk. Hát most már lassan úgy vagyok vele, hogy esküszöm, hogy inkább szívesebben akna keresőznék, mint hogy ebben most még egyszer visszalépjek, de visszalépünk, jó? Hogyha nem, akkor átírom a címet, és akna kereső streamet fogunk csinálni. Ez már egyszerűen hihetetlen. Na, mindegy, kacok. Semmi ok a pánikra, meg kurva jó gémek lesznek majd még a Cyberpunk után, vagy közben, vagy helyette, vagy én már nem tudom, hogy lesz. Egyelőre viszi föl a pumpámat ez a játék egyre durvábban és egyre sűrűbben. Én most már csak annyit szeretnék, hogy szeretném befejezni a sztorit. Kedves játék. Mármint hogyha megengeded. De ha nem, az se baj. Várjál. Így. Várjál, load, és nem erre fogjuk. Ne. Nehogy a szín. No. Erre... Ide. Itt nem lehet baj. Jó. Működik. Ez az. Jó, és ide fogunk elmenni. A kék. A kék a miénk.
Jó. Nem hívom soha többet a motort, mert kikresselteti a játékot. Az egyetlen jármű, amivel tudnék haladni és gyors, attól sajnos kifagy a játék. Vagy bocsánat, letérdel tőle a Cyberpunk. A patch után is bizony vendég, botrány bazd meg. Jaj. Várjál. Így. Megállunk. Hiszem. Mentek. Siker. És most szépen kiválasztjuk azt, hogy mit szeretnénk csinálni. Hát ugye van nagyon-nagyon sok sidequestet látunk. Hát... ezeket majd lehet, hogy én egyszer, amikor beleszek baszva majd, akkor megcsinálom. Lehet az lesz, gyerekek, hogy rányítok a viszkire este, és így off-streambe ezeket a szarokat megcsinálom, hogy meglegyen. Ne legyen ennyi rohadt felkiáltó, olyan a mapon, mit szóltam. Na nem, jó van, legyünk komolyak. És akkor... most pedig... Venus és Down on the Street. Ez a két fő questünk van. Hát nem tudom, nekem a Venus in Furs az egy side job. Akkor most megnézem még egyszer, mert lehet, hogy már most be vagyok baszva. Pillanat. Várjatok, hogy följövünk ide. Hogy lehet azt megcsinálni, hogy eltűnjön innen ez. Antrek. Hogy lehet antrekkelni? Nem szeretném. Na te sókám. Tehát ezt a szart, ezt én most nem akarom. Úristen! Jézus Isten! Pú, bazzeg! Jaj, srácok, komolyan mondom, a hideg kirázmát a gémtől, bazd meg. Fúj. Hát az kéne egy pár deci viszki. Igen. Na srácok, akkor ellenőrizzük le még egyszer, tehát, hogy biztos nem vagyunk-e hülyék, jó? Várjál. Így. Tehát azt mondja nekünk a játék, hogy a teli felkiáltójel, várjál, így látjátok, az a main job. Tehát az a fő quest. Oké. Akkor chat, szerintetek ez teli felkiáltójel? Venus in Furs. Az a címe a questnek. Most ide jövök a izébe. Most már totálisan össze vagyok zavarodva. De nem akarom látni ezt a szart megint itt. Nem akarom. Nem. Gyerekek, léci, ezt most valaki segítsen. Most akármit megteszek. Tehát hogyan kell kitörölni ezt a csicska sárga vonalat innen? Mert nem bírom. Tehát egyszer nem lehet. Hiába megyek máshova, akkor kijelöl egy ilyen fehéretek, kéke. Na, ez az. Ez az. Most sikerült. Addig fogom pöckölni, bazd meg. Ez a... várjál, most megyünk szépen visszafele. Igen. Én ide szeretném a sárgát. Nem megy. Nem, egyszer nem megy. Tehát új izéket jelöl ki. Új fehér pöttyöke. Hopp. Most megint sikerült, de nem tudom, hogy. Erre azért jó lenne rájönni, nem? Szerintetek mitől függ az, hogy a sárgát el tudom-e...
jobb gombot is, meg bal gombot is nyomok rá, és nem reagál semmire. Hogyan tudjuk a... Ja, értem. Tehát a sárgát, az csak a sárgára lehet rányomni. A kéket, azt a kékre. De azt viszont nem lehet megcsinálni, hogy a tracket leántrekkel. Tehát azt nem tud, az nem működik. Azt lehet csinálni, hogyha nem akarod látni, hogy mondjuk itt kóbászolsz, akkor figyelj, legörgeted ide kijelölöd ezt, és fölgörgeted, és akkor nem látszik. A kéknél meg lehet csinálni azt, hogy track, untrack, track, untrack, track, untrack. Tök egyszerű. A sárgánál nem bazd meg. Az oké, nagyer, de hogyha kéknél meg tudom csinálni azt, hogy rámegyek, ott a jel. Rámegyek, ott a jel. Leveszem, eltűnik a jel. Akkor sárgánál még nem lehet meg, csak leveszem. Ezt a szart. Jó, mindegy. Ide fogunk tépézni. Ide. Nem oda, hanem az afterlife-ba. Az kellőképpen közel van. Erre. Így nem lehet abszolút. Tehát, hogyha itt ebben mozgunk, akkor nem lehet, akkor csak travelezni. Oké, az oké. Triggerel ez a játék, mind az állat. Kaptunk megint egy üzenetet ettől. Ó. Track job. Mizatani Shion, 75 ezeré. Figyelj csak! Ke Regina vagy, mi a faszom a neved? Áruld már nekem, hogy te miért adsz nekem ilyen questeket, amikor 25 ezrem van. Srácok, tehát ez tényleg egy nevetséges dolog már. Tehát nem bírok kijelölni bazd meg izét, mert nem tűnik el az a sárga pöcök. Tehát a sárga útvonalat, azt nem bírom kiszedni. Csak így változtatni. Hát hagyjuk már, hát ez mekkora egy őrletesen nagy fasság. Hogy nem lehet untrackelni egy adott izét. Egyszerűen... nevetséges. Jó, figyeljetek, rámegyünk erre a questre, meg kurvára érdekel, hogy ami egy side quest, az most egy side quest-e, vagy nem side quest. Most ez nagyon érdekel. Úgyhogy ide jövök, azt meglátjuk. Mert ez most a quest log szerint egy main quest, a másik quest log szerint meg egy side quest. Úgyhogy ez biztos valami baszó dolog lesz. Jó Isten. Igen. Notel Motel, szerintem ez az. De be kéne mennünk a Notel Motelbe. Ez amit a notár méri be, az meg. Ok. Ide kell jönnünk. Bet you didn't expect to see me here. So what now? Mire jó ez a bor? Még hogy nem olyan, mint a Witcherben, ezek a panamot, az két órán keresztül puhítottam semmi. De bejöttem, az már ekteli. Figyeljetek, ennyi. Job updated. Ez volt a main quest? Meg kell trackteni egy ribancot? Csodálatos. Nagyszerű. Jó, várjatok, már be kell zúznunk pár cuccot.
Power Precision. Precision Rifle. Shotgun, ezt tudni nem kell. Double Barrel Shotgun. Burn Chance. Headshot Damage. Jó, azt hagyhatjuk. Ja. Egyelőre így megyünk most tovább. Na, és látjátok, ez az. Tehát kész van a main quest. És ilyenkor automatikusan mindig visszakúr egy olyan questre, amit én nem vettem föl. Tehát, hogy... Nem. Nem akarom megcsinálni ezt. Az ése. Ja, de várj, de arra fogunk menni. Jó, erre fogunk menni. Ez a takamurás, úgyhogy nem sidequestelünk, gyerekek. Nincs, az az Isten. Szerintetek? Bazd meg. Látod? A GPS meg elvitt volna hátrafele. De várj, még mindig hátrafele visz. Got a Soviet fixer in town. My client wants to show some hospitality. Get to know our unexpected guest. Go to the port in Kabuki. Pop a GPS on our comrade. Remain undetected. Na hát, kisfiam, azt most... Kurvára rosszkor jött ez a izé. Hát ez most nem lesz undetected. Itt most mindenkit fejbe fogok. Tehát levágom a fejét az összesnek. Ez csak úgy fog működni, előveszem a katanát. Mi van itt, három? Teljesen jó lesz. All right! Tehát sikerült a machine gunost meghagyni utoljára. Hú, bazd meg, de agyon lőttek kett. Leszedtük a két tizét, bazd meg, a papírost, és a... Ez meg itt maradt. Látjátok, mennyire igazságtalan a game? 9200-at kapott ez a fasz, ez a csecsszopó. 9200. Egyébként sajnos az időlasít a sniperre, nem fasza. De ezért, mert le kell cserélni ezt a healt, mert ez a 15% ez nagyon kevés, amit heal-el. De ez a nagy brute, ez kell nekem, csak pillanat, csak... Ájjájjájjáj, ezt ezeket cseréljük, gyerekek, ez iszonyatosan idegesítő, ez az időlassítás. Itt van az, aki kell nekünk. He has no right to leave! Ha, nem valami.
Ja, az egy kamera volt, lol. Nyista. Ja. Find the container with the vehicle. Jó, egyébként akár hiszitek, akár nem. Valamikor streamen kívül úgy csinálok ilyen side mission-t, hogy így érdekel az a része, hogy stealth-be. Ezt nem lehet elvinni minden? A fasz nem. Updated. Blend the GPS tracker. Na, úgy közben megcsináltuk ezt a csodálatos sidequestet, nem tudunk a picsába. Várjunk valami motoros. Jó. 90 méter. Ne bassz. This was supposed to be hush hush B. Hush hush. But all right, the bug's planted. That's the most important thing. Now just pray they don't find it. Gig shut and closed. Hajime! Anyádat. Ez az. Csop, csop. Oh, megállt a feje. Lol. Srácok, az a baj, hogy itt valószínű, hogy az a gond, hogy ha én itt bemegyek a vízbe, akkor az azt jelenti, hogy bye-bye. Ugye? Oxigén. De szép koszos bázom. És pedig itt van 20 méterre, bassz meg! Léci, legyen itt egy kibaszott izé. Létra. Ne. Ne. No. Ez az! Köszönöm Istenem! Ó, na ez most... Ah. Erről van szó. Jesus. It is good to see you, B. Seems pretty, secluded here. It is appropriate for such a secret meeting. Friend you mentioned here? Oda? He should be here any moment. Oda. Oda. Willing finally to give me the spec on him? He's Hanako-sama's bodyguard. Hanako Arasaka's? From the carrier at anchor in the bay. Saburo's daughter. Yes. And if he believes you, we'll next meet with her. Again. Sure you can trust him? Yes. Convincing. Very. I have nothing to lose. Is that better? It's worse. Because I got plenty to lose. They just want to put the vibe me. Yeah. By God, huh? A good sign. He is usually camouflaged.
Apa, itt a gépezet megjött. Ja, ez az oda. 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 Is this him? Your thief. He's my witness. A besúranó. Can't speak for myself, you know. So speak. I have been told you know things. Was there, saw what happened. Yorinobu strangled the old guy. Silence. Not one word more. You will bring death to your door. But it is the truth. Hanako-sama must hear it. My one concern is to keep her safe in this city forgotten by the gods. Is she in danger? Now? No. Yet during the parade to honor Arasaka-sama, most certainly, I bring you this witness to his murder. And you dare to worry about the silly parade? Fool! Correct. Unlike you, I have But you can't ignore the truth. Bedan! Correct. Unlike you, I have not yet failed to keep my oath to do my duty. You will regret those words. The only thing I regret is that I came here to meet you. Hát a kabura szép volt, bazd meg. There is a price on your head. I do you a favor now. Sorry, but... This is gonna take much longer. I do you a favor now by not cutting it off and taking it straight to your nose. Próbáld meg, köcsög, van katonám nekem is. What would you do now? Were you in my place? I do no favors. I would deliver your head to Yorinobu-sama. Consider yourself lucky, Oda. Not like we're asking for a whole lot here. Just one brief meeting. Hanako should decide if what we say is true. You can't decide for her. Will you help? I will not. But I will let you leave this place, this city, unharmed. If I see either of you again, I will not be so lenient. Be very careful, my friend. We are all so far from home. Mi a faszom ez a... Good fucking riddance. One hour sock a whack job is already. Még jó, hogy nem most kezdtünk el úszni ott a víz alatt. Azt a hajót nézzed! Fine friend there. Got any more? Wow! Only him. Igen. Pillanat! Én, ez a kibaszott gumicsizma, ez a neongatja meg ezek a kukáskopát, ezzel a lilaző szájmaszkó. Tehát ez így elviszi az egészet, ezt ki kéne takarni. Hát nem lehet így fotózkodni, hogy az picsában nézhetünk így kibaszva. Ezt nem hiszem el. Várj, ezt el kell homályosítani, ezt vissza kell enable-özni, csak az autofókuszt azt oda hátra kell rakni, hogy mi legyünk a homályosak, várjál. Úgy, ez az így jó lesz. Ez. Hát, sajnos ez nem sokat segített a képen. Well, can't say we didn't try. Jaj. We tried, yes, and obtained something useful. How do you figure that? What Oda said, they returned to Tokyo after the parade. Do you after not the see parade. The parade? A parade. It is our chance, perhaps. If somehow we can get to Hanako-sama, we must do a proper reconnaissance first. We'll need a precise map of Japantown.
Hold on. It is your turn to call on things. Do you know a fixer who could help? Just a fixer dame. Okaku Okada runs a pachinko parlor on Jig Jig Street. We must pay this woman a visit. Will you join me? Persze, menjünk, bazzeg. Na nézzük a furgont. Hát ez se rossz belülről. Oda nézzé. Ez egy Ville Ford autó. Mi ma van? Be van kapcsolva a sav. Nem tudom mit jelent, az nem jó hír. GG Street. What is this name? Just a night city name. Hogy kanyarodott be, ezek közben minket nézett az ember. Hogy vagy, tesa? Mondom. Goro? Goro. Yes. Why the sudden concern? I'm just asking. Does everything with you have to have an ulterior motive? I apologize. That came off wrong. I am... I'm not used to such questions. People like me, either we are doing well, or we are in a grave. Any idea what's going on in our society? Only what I can surmise from what I see on TV. You're not going to be able to get the cameras and insist that everything is under control. But the wider the smile, the bigger the lies. Aha, halálfejes bobokkal. Igen. Azt a rohadt. Hova hoz minket? Húha! Itt valami buli volt. Szevasz, Rock, hello, hello! Hát, még nem döntöttem el, hogy fullozom ezt a gémet még. Egyelőre azt mondom, hogy nem. GG Street! A kapuvár. Ez az, gyerekek, ide most megint bemegyünk. Itt kotonok fognak röpködni a levegőbe minden egyes négyzetméteren. Oh my. Bárki, de te bemenné, mi? Ez a GG Street. Ez itt jó volna itt jólózni egyet. Szorosan a Takamura úr nyomába, mert elvisznek a részfaszúak. Pillanat? Ez az utca, ez nagyon... Pillanat! Pillanat! Ez volt meg a múltkor, ez azóta is így strichel. Hey. A részre itt emlékeztem. I may not be good with names, but I do have quite a talent for faces. Rogue, my sweet. Ja, itt az this has got ménye. To be a misunderstanding. I've no idea who jumped your team, but the claws? No, never. Well, there's a safe one, but was it a good thing? No, their place. I'm sorry, got to go. I have guests. Bakaku, figyelj már. So nice to see you. And your charming friend is. A telefonod megint kicsit mindegy. Happen to be working together. That's all. Takemura Goro desu. Okada-san. Goro. Okada-san.
Aha, a true gentleman. Jó van, Takamura, hagyjalak titeket itt egy percre. That he's being hunted by all Arasaka's tin soldiers. And Yuvi, bring him to my door. Give me one reason why I shouldn't notify the proper authorities right away. Üzleti bejöttünk. Always about Eddie's, Wakako. You want to make them? We got biz. Doesn't get any simpler. So tell me, and mark well, I still have my phone at hand. Need intel on the parade that's scheduled to come through Japantown. So it's Arasaka again. What I fail to understand is, why come to me? Did Mr. Deshawn not come to the phone? Street kid. Arasaka, Tiger Claws. Stanislavski's method achievement. Can't possibly be fond of the people who killed your grandkid. That was very long ago. Time's the best healer. Telephone buzz meg ott, ami teleportál ott. A wound like that, no. Everything's on the shards. How much does this cost? My pockets are empty. Clearly. My gift to you. It's free. Curse. Okada-san, what is free often proves most costly. Gonna take them or not? Elvesszük. Nem kérdezünk, elvesszük. Becippentjük. Whole district is to be sealed off for the parade. Parade. Dashi platforms, the main attraction. They'll fly this way, high above street level. Along the parade route, balconies, footbridges, and vantage points affording good views. Ez durva lesz. Arasaka, the guest of honor, will deliver her speech from the largest float. She'll do this exactly here. Got no idea about security, but given recent events, expect it to be tight. Our last parade, Arasaka undercovers infiltrated the crowd. Uh-huh. Not to mention a smattering of sharpshooters, drones. And if that's not enough fun for one day, a net runner, one at least. Fossa. They use the city CCTV to observe everything. Buzz. Main access point, here. It's an old automated control center. Igen. If you ask me, most useful by far. At the end, the floats afloat out of Japantown, and we'll be left with trash to our elbows that no one will collect. That's it. It's all I have. It must be enough. Kösi. Then go. Be on your way. Kösz. Thanks, Wakako. We appreciate this. Okada-san. Ha csinálok neked szájköztet, ne nézzél rám ilyen morcin. Csá. Érdekes, hogy most megint ott vagyunk, hogy a CPU kezd el fölfele menni, és a GPU meg le. A delightful, mature woman. This information, it could be just what we need. But I will try to investigate further. I will stay here some time and call some associates. The moment I learn something new, I will let you know. Jó, mit mondtál? Stay safe, Koro. You as well. Until next time. Jó. Oké, és akkor most van az, hogy... Wait the day for Takamura call. Itt van egy ilyenem. Megkiállhatnánk ennek is. Ez mi ez? Az a baj, hogy ezeket... Fight. Psycho killer. Ja, aha. Na ez az a, ez a bugos quest, ezt nem tudom megcsinálni. Read the shadow, I have seen the light.
Most ezt kéne elolvassuk akkor mi? I have seen the light. Hát mindet elolvassuk. Itt van, ez az. Elolvastam. Mindet. És most? Second chances, message Regina about... Jó, azt message-elek. Regina, open message... itt kettő is van. Ezeket elfelejtettük. Jó, és itt van ez is. Oké, okay, király. Ja? Jó, akkor Regina megvan. Panám! Panám. Meet me at Sunset Motel. Panám! Már repülök is! Most azonnal repülök oda. Nem, nem ezt akartam. Állj! Sansa. Garázs. Pedig ide kell jönni. Pedig ide kell jönni. Azt mondta, hogy ide jöjjünk. És én jó kis fiú leszek, és oda megyek. Potyog a pénz. 34. Bazd meg, milyen FPS drop van itt. Jesus! Gyerekek, ide benézünk, piccótok. Megiszunk valamit. Valami. De ki akar neked eladni? Yes? What's up? Jézusom! Jaj. Elnézést. Ez ki? Job complete. Azért, mert dodzsoltam egyet. What do you recommend? Á, picsába. Hát, itt ettől szaggatunk ezektől a cseresznyefáktól, gyerekek. Ettől a durva fény zacskótól, ami itt van. Figyeljetek, az kéne, hogy nagyon gyorsan egy kivonási pont kell nekem. Hey, V, wait a sec. Mi van? Listen to that guy. How'd you rate his chops? Jó nyomja. Nem rossz. My untrained ear? Sounds alright. Yes. Na végre kis ilyen RPG részben, ne bazd meg. Nekem ezek hiányoznak a gameből. Got something he can't take, and it shows. Could stand a little more stage presence. Fingering's all wrong, loses the tempo more than he keeps it, but not bad. You really know how to give a guy a compliment. Is that how you got your start? Street busker with big dreams. No time for playing my way to the top. Was too busy shaking the world awake. Being at the top can be worth it. You want to shake the world, you know. Oh, world's got to feel you first. And you pay for it. You spend your lyrics laying waste to the big record corps. Who's gonna sign you then? But give up your ideals. No amount of eddies can buy him back. All right, princess. At least you played some gigs. Saw those memories of yours. True. Played where we could. Parks, old factories, underground clubs. Had an audience from the start. Some recorded our stuff, didn't even know who we were. Van ebbe RPG-t, csak meg kell találni. Mean to say I could get my hands on some old samurai bootlegs? Find those tapes. I'm a shriek like a little fangirl anytime you open your mouth. Sajod. Just you fucking try. Jokes aside, you think those tapes still exist? After all these years? You know, Rainbow Cadenza's not far from here. Club we played till the band fell apart. Great spot. Place for people with their heads on straight. Oh. Maybe they'll know something. Again.
Az az hol van az a Rainbow Cadenza, vagy mi a faszom? Itt van. Ezt most megcsinálom. Ja, hogy ez ennyire nem volt messze, hogy 30 méterre volt innen. És lore van. Hát jó Isten, mi folyik itt? Igen, ezek a részek, ezek nagyon durvák, ez nagyon jól van találva. Johnny, pretty sure they turned your great spot into a slurp shop. Mindless fucking consumerism wins the day again. Point for the other team, huh? Huh, this is why you don't bring back fallen warriors. Sooner or later, they're gonna see everything they fought for is turned to shit. Hey. I'm ready. What up? You ready? Know anything yeah? about any bootlegs in Rainbow Cadenza days? Like, say, I don't know, samurai stuff? Oh, that ugly red face on black? Yeah, even I know that one. Old guy comes by here sometimes wearing their shirt. Spends the whole time yakking with his psychophant friends. Wouldn't happen to know where I could find him. Everywhere. You can find him living back in the 2020s. Upgrade. But besides that, he's out there at the moment. Purple Force. It's us, Crax. After making waves in Tokyo, Venice. Dove to the cook. I'm ready. You ready? Nem azt mondta, hogy itt kint találom meg. De most még mindig azt mondta, hogy Dove to the cook. I'm ready. You ready? It's hot today. Could go for a bite. I figured. What can I get you? Ticket. Ticket. Egy darab. Ilyet. Köszi. Köszönöm. Talk to the cook. Akkor én most bejövök bazd meg ide raktáratokba. Please? I'm ready. You ready? Szerintem ez bebágolt. Long enough to know I should not answer seemingly harmless questions. Eat, pay, and be on your way. Glad you could clear your schedule. Mind if I just peruse? If you're not gonna buy anything, yes. Is that us? Vagy életbe. De azt mutatja, hogy ővele kell beszélni. Látjátok? Ez a bajom. Come back, please. Llegaste hace poco? I'm ready. You ready? Milyen I'm ready? Talk to the cook. Ez, gyerekek, ez tuti a bebágót. Akkor ezt a questet se tudjuk megcsinálni. Milyen érdekes. I'm ready. You ready? Come back, please. I'm ready. You ready? Húszoljál! Mit csináljak ezekkel? Még azt elképzelni, hogy neki kell adni, de biztos, hogy nem ez a fasság. Talk to the cook, ővele kéne beszélni, nem lehet. Come back, please. I'm ready. What's he selling? Canic strawberries and cream. What do you think? He sells ancient dusty tapes of ancient dusty indie bands. No one's heard of a single one of them. You're not that really peasant. Sikerült? Sikerült? Beszéltem vele? I heard I can get some decent tunes here. What you mean by decent? We got Cartesian. Szopta szamuráj. Urdine stuff. Tainted overlord. You mean samurai? Kid,
You even got an axe? Never dancing with my axe. Dancing with my axe, chipping in. You name it, we got it. Silverhand was the one true messiah of rock. I'd hand them records out like candy if I could. But a guy's gotta eat. I'm looking for the real deal. Like, say, bootlegs from Samurai's first gigs. Fuck. First, you have got no idea what you're asking for. Not if you're so... Don't know how you found out about them bootlegs, but forget it. Nem adom el. I used to come here back when it was still Rainbow Cadenza. Bootleg sure would make a nice souvenir of the good old days. Cut the scop. You're too young to remember the first Samurai gigs. Weren't even a twinkle in your daddy's karoshis. Hey, appearances can be deceiving. How do you know this pretty face ain't an implant? All right, prove it. How'd Samurai's Johnny, ever check it. Johnny. Hey, Johnny, get your digital ass out here. Feed me my lines. How about this? Fuck you, V ain't your stupid sidekick. Onion! Well, can't wait all day. Johnny Nagatis, ma! Fucking hell, Johnny. Why sabotage? Why now? Cause it's funny. Cause I'm bored. Maybe I don't like the cut of your kid. Mekkora radikát, be ahogy összespanoltunk. Always freeze up like this? Na. Played our third gig at Cadenza. Little fire broke out. Some drunk gunks tried to put it out with beer. Denny's fro got singed. Wore a wig for a few weeks. Never did get herself any tech head. Hang on. Now I remember. There was a fire. Poor Denny. Poor Denny's hair. I almost forgot. Heard Johnny started it. Tossed a cig, but was still glowing. Bullshit. That cig was Carrie's, no doubt. But hey, any troubles, Johnny's fine. Still don't believe you were there. But what the hell? Only a real fan should know something like that. Hey, anyways, gotta educate the youth. Kösz. Ezt kell nekünk. Mik vannak itt? A kurva életbe. Napszemcs, gyerek. Már veszem is meg. Meg ez meg a quest item, ugye? Much appreciated. Take it. Pillanat! Jaj, nem ezt kell. Ezt kell, és akkor végre most nagyjából talán normálisan fölöltözhetünk. Ez meg esküszöm, fölveszem ezt, leszarom. Haba, oh, Isten, hogy néz ez ki? Ez az. Vannak a clothingok. Várjál, mert itt ugye, mi volt eddig rajtunk? Ezt nem tudom kivenni innen? Nem. Ja. Mindegy. Akkor így marad. És akkor ehelye... mi ez? Ajaj. Moderatszeret, hájszeret, na ez maradhat. Jó! A gatyát is kicseréljük. Végre bazd meg, nem egy izé lesz rajtam. Hála a jó Istennek. Meg ezt is lecserélem. Na így most már legalább valahogy kinézünk, te jó ég. Hát nem túl jó, de legalább valahogy. Ok! Van ilyen specialism, de ezt nem akarom, ezt a házmáci útot. Bazd meg. Ki se lát, szerencsétlen. Na! Ó, Úristen! Mindegy, az ad armort, jó lesz. Etú!
Overheat. Jó. The good silver hand. You know they I'll give you a Take it. Spread the good silver hand. You know they say time is the best teacher. Used to think that was true. But look at that guy. 60 at least, but still living in 2020. Guy's your biggest fan. You not happy to meet him? Busaka Tower to smithereens. Still standing there. Just the same. Don't want people getting stuck in a rut. FPS, FPS. Jó, és megyünk a Panamhoz. Ez egyértelmű, nem lett kérdés. Hol van a Sunshine Motel? Ez az. Panam? Ez az. És elméletileg a csajszikánk itt lesz a gará... Sunset Motel, nem? Nem Sunshine Motel. Az meg rossz helyre jöttünk. Itt van. Ez a nyomorult hely, te jó Isten, ahol az őrült mobok vannak. Ide jön, ide kell jönni. Jó. Nagyszerű. És ott oda a garázsba. Panem. Hát de nincs itt. Na várjál, most mi az, hogy talk to Johnny? Most ne basszál föl, hogy itt maradt a quest. Talk to Johnny, a Ballad of the Buck, érted? Istenem, bazd meg, és akkor most... Most konkrétan ide vissza kéne jönnöm? Már azt sem tudom, hol voltunk, skacok. Nem tudom, hogy hol volt ez, várja. Biztos, hogy valahol itt. Láttör, belevél. Nem tudom. Open journal, nem tudom. Ballad. Johnny, leszarom. Bocs. Nem érdekelted. Hagyjuk már. Na, és akkor most itt mi van? Hát elméletileg van egy olyan ezém. Figyelj. Hogy ti. Fél van. Baszik rám? Jó, akkor... Nem! No! Panam, open message. Sunset Motel garázs. Panam! Yeah? What's up in the big world? Lehet, hogy az a baj, rossz napszak van? Hol a Panam? Nincs itt, bazd meg.
Tout bagarre en forme. Ez volt a Mr. Bank. Értitek ezt? Fúj. Ne! Jó, egy, és akkor skip time. You cannot skip time. És most? Aha. Tehát akkor mondjuk így. Én ezt viszont akkor nem értem, tehát akkor ez mire van? Vagy ez mire jó? Tehát vagy hogy? Bazd meg, eléggé ki vagyunk. Tehát akkor magyarul, akkor nincs itt. Jó. Ne. Erre nem tudok mit mondani. Itt viszont van valami, amit lehet trekkelni. Ja, ez a kocsi. Őt tudnánk megvenni 50 ezeré. Ó, mondjuk ez not bad. Hát csak akkor át lettünk baszva, úgy látom. Mama vesz. Úristen, mennyi cucc van itt. Geci. Special reward. Jó. Cars for sale. Your motel room. Jó. Jackie vesz. Mama vesz. We need to talk. Ja, ez a compensation, jó. Nagyszerű. Coach, jó. Takemura, nagyszerű. Muerte, buerte. Fassa, tehát a Panammal nem tudunk mit csinálni. Job updated heroes. A tücskös kurveget. Jó, akkor is kacok, nem tudom. Nem tudom, én most így nem kezdenék már bele semmibe, nem tudom, megint meguntam, bazd meg. Azt sem tudom most, hogy mit kéne csináljunk már, tehát egy olyan szinten. Call Mr. Hands. Fölhívjuk a Mr. Hands-et, jó? Ahhoz csak egy telefon kell. Mr. Hands, call. Abból nem lett baj. Hey, what's shaking? Need to make contact with the Voodoo Boys chief if you can swing it. All right, all right. Straight to heavy business. Now, that'd be Maman Brigitte. Be tough getting a word into her. You really don't do any biz with them? Not with the chefs, chefins, priests, and whatnot. All got dirigible-sized egos. Won't talk to lowly me. But if you insist, I can ask around, try to set something up. Cause I'll just need some details first. Got something they want. Truly? Want to sell something to the VDBs? Trust me, they don't want it, they don't need it. They're isolated, insulated, they got their own contracts, tech, networks. But, have it your way. Okay, I'll see what I can do and get back to you. Yo. Hát, srácok, így nem fogjuk folytatni ezt a fantasztikus játékot. Bazd meg. Hát nem tudom, én megmondom őszintén, hogy én most már totálisan meguntam, tehát hogyha nem streamelném, akkor én ezt már letöröltem volna ezt a gémet. Tehát, most mindegy, végig fogjuk tolni minden esetre. De...
Nem tudom. Engem abszolút nem ragadott magával ez a játék. Abszolút kicsit se. Egy-egy quest el tud vinni, amikor ott benne vagyunk, de azon kívül ez a játék semmit nem vált ki belőlem, semmit. Azt váltja ki, hogy fölbassz. Semmi mást. Na mindegy, ez van is, kacok. Holnap jövünk és folytatjuk. Aztán már kicsit rámegyünk arra, hogy tényleg toljuk ezt ki, ezt töröljük le gyorsan. Nem tudok mit mondani már erről a gameről nagyon, de nem is akarok. Szerintem mindenki látja, hogy miről van szó. Na, mindenkinek jó pít, kellemes hétvégét. Holnap érkezünk, folytatjuk. Jók legyetek, szevasztok. Peace.